Ne feledjük, Tőke és Bár vitatott személyiség Erdélyben, mégis megkérdőjelezhetetlen tiszteletű vezet. Ha csak pár perccel jelenik is meg Csíkszered a sétáló utcáján, tucatnyan állítják meg. Ti hogy szoktatok köszönni? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, ugye? Igen. Úgy? Na akkor én is így köszönök nektek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mit válaszoltak rá? Mindörökké ámen, ez aztán. Én református vagyok, nálunk úgy köszönnek, hogy békesség Istentől. És ugyanúgy válaszolnak, békesség Istentől. Én Lászlóban nagyon rég bízok, mert nagyon rég ismerősök vagyunk. Én hiszem azt, hogy ha László bekerül Brüsszelbe, akkor nagyon sok ember lesz, aki azt hiszi, hogy hiteles képviselete van Brüsszelbe. Ellenkező, a másik oldalon viszont nem hiszem, hogy minden ember, hogyha csak RMDSZ-es képviselet kerül be Brüsszelbe, úgy érzi, hogy őt képviseli. De pont azért, mert ma se hiteles sok ember, sok erdélyi magyar szerébe az RMDSZ, és elfordultak tőle, ez nem egy jó dolog, ez egy helyzet. Tökés püspök úr, ha az Unióba képviselő lesz, én meggyőződésem az, hogy nem lesz olyan nap az Unióba, hogy valaki erről a kérdésről, hogy ne értesülne. Erre pedig Tőkés püspök úr feltétlenül alkalmas. De az Európa Unióban is egy kis ember jön, és úgyhogy nem fog idegenek közé mennek, hanem olyanok közé, akik valójában az ő elveit, hát a mi elveiket képviselve, fent tud tartani, és sem tud. 89-től errefele következetesen azt vallja, amit akkor vallott. Csak vannak egyesek, akik ezt a dolgot elfelejtették, és valahogy próbálják is elfelejtetni az emberekkel, de nem fog menni. Én meg vagyok győződve, hogy a püspök úrnak igenis nagy szerepe lesz ott Brüsszelbe az erdélyi magyarság sorsát illetve. Kérdés, ha az EU választásokon Tőkés László befut, mi lesz a püspöki megbízatásával? Egy biztos, ha nem is püspökként, csak egyszerű prédikátorként, akkor is szólni fog az emberekhez a szószékről, mert mondani valója akkor is lesz. 30 ezüstpénzért, néhány leért képesek voltak egymást elárulni az emberek, egymásnak ártani. Nem csak kenyérrel él az ember, nem éri meg a világ minden pénze, hogy a becsületünket felcseréljük erre a pénzre. Sokkal fontosabb a hűség, a bizalom, a szeretet, mint az, hogy sok pénzhez jussunk. Egy ember, aki úton van, évtizedek óta, bejárta Erdély, sőt egész Románia minden útvonalát, az apró falvakba vezető földutakat és a nagy politika autópályáit is. Most nagy úton készül. Ez az út Brüsszelbe vezet, illetve vezethet. Nem önmagában nézem az én képviseletemet, hanem arra gondolok, hogy már jelen vannak a magyarországi és a felvidéki európai parlamenti képviselők, tehát megvan a humán környezete és a politikai háttér környezete az erdélyi magyar képviseletnek. Igen, Tőkés László úton van, de mindig ugyanazon az úton. Ellenfelei és barátai ebben az egy dologban egyetértenek.
ellenfelei szerint ideje lenne vártani. 17 év telt el a temesvári forradalom óta, új szelek fújnak, és ma már nem hősökre van szükség, hanem ravasz taktikusokra, akik a bukaresti és brüsszeli kártyapartikban mindig elő tudnak húzni a kabátújukból egy ászt. Támogatói szerint viszont többet ér, ha valaki 20 éve következetesen ugyanazt az utat járja, és szemei előtt csak egy cél lebeg. Nem turkál a zsebében egy cinkelt kártyalapot keresgélve, hanem szemét a célra függeszti, és megy, és megy, és megy. Mindig megy a sor. Legalább nem folyik el hiába. Nem csak az egyetemet volt nehéz létrehozni, az volt talán a legnagyobb falat. 1990-ben, amikor ezt 300 látogatás nélkül hallgatóval létrehoztuk, és a másik évben, 91-ben ehhez jött a nappali tagozat, 75 hallgatóval, tessék összevetni, ma 1300 hallgatónk van. Ez azt hiszem egy olyan beszédes szám, amit nem is nagyon kell kommentálni. 59 óta, amióta Ceausescuék, abban az időben György Udézsék megszüntették a Bujjai Egyetemet, ez az első akkreditált magyar egyetem. Mi valósítjuk meg az RMDS programját. Az RMDS programjában benne van az autonómia, Székelyföld területi autonómiája, benne van az önálló magyar egyetem, de érdekes és furcsa módon a program megvalósítói mi vagyunk, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az egyházak vagyunk. Íme, itt van egyetem. Mi betartottuk azt, amit ígértünk. A Levente is megért. A külhoni magyar. Ebben írtam egy levelet Markó Béla elnök úrnak. Kérem, elnök úr, ne rúgja fel mindazt, amiben augusztusi tárgyalássorozatunk során mégiscsak egyetértésre jutottunk. Eleve ne tegye lehetetlenné az akkor megvalósulni látszó közeledés valamikori folytatását. Sajnálattal konstatáltuk azt a helyzetet, hogy nem jött létre az Erdély meg Partizán Magyarság egységét kifejező nemzeti egységlista. Akkor, ahogy régen mondtuk még az 1990-ben a első demokratikus magyar parlamenti választás idején, elég volt a szívünkre hallgatni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a teendőnk, és amennyiben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az erdélyi magyarságnak legyen az európai parlamentben egy következetes képviselője, szószólója, ha úgy tetszik nagykövete, akkor ezt megtisztelő feladatunknak tekintjük. A valóság más lesz. A valóság arról szól, hogy ugye, mint ahogy itt is hallottuk, elhelyezünk egy-két oldalvágást az RMDS oldalára. Az RMDS elhelyezi, megteszi a maga játékát, eljátsza a Tőkés László rovására, és én nagyon sajnálom, hogy az a megegyezés, az nem jött létre, mindegy, hogy milyen okoknál fogva, de létre kellett volna jöjjön. Szószékről megmondani az igazságot nagyon szépen meg lehet, de oda még vissza se szólhatnak az emberek. Tehát hiába gondolja valaki másképpen, vagy látja másképpen, nincsen, ahogy elmondja. Ez egyfajta kommunikáció, ez az egyik, a másik pedig az, hogy abba a bukaresti valóságba benne lenni, és itt nem akarok senkit sem mentegetni, és politizálni és eredményt elérni, az egy másik valóság. És mind a kettő igazságról szól. Érem, én nem csak a szószékről beszélek, én létrehoztam egy egyetemet, az első magyar egyetemet hoztuk létre Váradon, a Párcumi Keresztény Egyetemet, hogy csak egyet említsek a sok közül. Hát nem a szószékről, engem kitettek, én benne voltam az operatív tanácsban, én alapító voltam. Engem nem engedtek hozzászólni, nem én prédikálok, engem nem engedtek hozzászólni, és Szatmáron végül kitettek mindenből. Tavaly ilyenkor Püspök úr elment Markó Bélához, és a következőket mondta.